Szeretettel köszöntök mindenkit. Kiácz Balázs vagyok. Hármunk neve szerepel a brosúrában, Balogsz Andrea, Döbrösi Gábor és az enyém. Döbrösi Gábor sajnos nem tud itt lenni, Andrea ott ül, de abban maradtunk, hogy én fogok beszélni. Elnézést kérek, nekem fóliáim nincsenek, mert igazán én ilyen klub délutánszerű rendezvényre készültem, aztán kiderült, hogy ez inkább ilyen PKI napszerű valami lesz. Akkor magamról annyit, hogy én 88 és 99 között voltam a PKI-ban. Elég kalandos úton kerültem oda, a Sarai Gyuszinak köze van hozzá, nem tudja, ugyanis éppen Frajka Béla bácsival volt kapcsolástechniki óra, amikor behozott egy csomó papírt, arra készült, akkor indult ez a TPV program, és fiatal mérnököket keresett. Én meg akkor már beleszerettem az antennák hullámterjedés tantárgyba, és volt egy ilyen papír. Ezért jöttem ki a PKI-ba, meg azért, mert a Stocek utcában a negyedik emeletet éppen akkor építették rá, és az alapbor, amiben éppen dolgoztam volna, az megszűnt. Ennyit, hogy lesz valakiből PK-is. És mobilos pedig úgy lettem, hogy szintén a Sarai Gyuszi egy éve voltam, még egy se voltam, meg hív az igazgató úr. Mondom, mit csináltam? Mi történhetett ott egy év alatt? És kiderült, hogy van egy olyan ösztöndíj, ami egy mobilhálózat tervező tanfolyam helyszínkébe, és ő tudta, hogy ebből kettőt kapott a posta akkor még. Az egyik az a vezérbe megy, és az el fog kavarodni, és mert ő ismerte a szervezőket, gondolta, hogy akkor azt ő személyesen megszerzik. És akkor én így lettem mobilos, mert a feltétel az volt, kimehetek erre, de akkor utána el kell fejtenem a műsorszórás, mert én a műsorszóra antennákkal kezdtem foglalkozni az elején, ami azért volt egy megtiszteltetés, mert gyakorlatilag olyan elméleti szinten hullámterjedéssel a műegyetem mellett az országban csak itt volt, Győri Tibi bácsi alatt akkor műhely. Na, ennyi személyes bevezetés után néhány szót a mobilról nem fogok nagyon részletesen belemenni, inkább így felvillantok néhány dolgot, meg személyes emléket, úgy, ahogy a többiek is csinálták, talán így szórakoztatóbb lesz. Igazából, mint mondtam, a PKI-ban eredetileg ugye volt a rádió, meg a tévé, úgy is hívták azt az osztályt, ahol aztán a mobil meghonosodott, hogy RTV. A mobil az inkább ugye a BRG felől diffundált be Ökrös Magdikával, aki onnan érkezett valamikor, és hihetetlen lelkesedéssel vezette ezt a témát. Hozzá kell tennem, hogy kezdetekben, meg később is azért volt ennek ellenszere, tehát ezt akkor még nem lehetett látni, hogy most már mindenkinek van a zsebébe egy-két telefon, és hogy ez idáig fog fajulni, tehát itt eléggé a vezetékes dolgok körül folyt a világ, de ennek ellenére itt a PKI-ban itt volt egy olyan műhely, ami ki tudott alakulni és megkapta a támogatást. Tehát ez egy hihetetlen előrelátás volt az a mindenkori vezetés részéről, hogy ebbe beleállt. És itt a Bőti László nevét is meg kell, hogy említsem, aki ezt ebbe a RTV osztályba úgymond beemelte. Őt sajnos nem látom, nem tudom, mi van vele. Most a kezdetekben egy érdekes ívet írt le végül is a PKI-nak és a mobiltávközlésnek a kapcsolata, mert a privát hálózatokból indult, és végül is a végkifejlete is a TETRA lett, de közben egy nagyon érdekes vonulaton ment végig. Az elején a BRG-vel együttműködve folyt a munka, és utána kezdődött végül is az aranykora, szerintem így mondhatjuk a PKI-ban a mobillal való foglalkozásnak, amikor egy csapat nem csak a rádió technikai részével foglalkozott, hanem a kapcsolás technikával, átvitel technikával, tehát teljes komplexen és tudományos mélységben kezelte úgy a témát, hogy igazából semmi aktualitása nem volt akkor az országban. Itt meg kell említenem neveket, Ofrics György, Plank György, Vas Vilmos, Brevovszki Judit, Honi Géza, Blumbandi, Szabó Károly. Tehát ezek az emberek, akik kvázi így hobbiból, de nagyon magas színvonalon űzték azt, hogy egy tudás a mobilhálózatokról itt létrejött Magyarországon és a PKI-n belül. És ez akkor lett rendkívül jelentős, amikor ugye elég váratlanul és a színfalak mögül a Vesztel 450 ugye elkezdett megalakulni.
Hiszen akkor a US West-tel, akik tárgyaltak, én pont akkoriban érkeztem, tehát én ebben a titkos részében nem voltam benne, csak úgy a farvizén a dolgoknak. De hogy itt a US West valakivel tudott tárgyalni egyáltalán, az ennek volt köszönhető, hogy itt szakmai kompetencia volt. És érdekes módon, amikor elindult a West-tel, operatív részében nem volt benne a PKI, tehát mi nem olvadtunk be a West-tel 450-be. Mondjuk épp a DTM, tehát a mikrotervezés az előző eladásra visszautalnak, az még évekig a West-tel a PKI terepmetszetein lógott, vagy hogy mondjam, tehát a mikrókat ennek segítségével tervezték. Most a személyes érintettségemet azt abban az időszakban eredeztetem, amikor a KFT volt. Ugye akkor ugye szabad volt a gazda, a PKI és szellemi kapacitását nagyon kihasználta, főleg a minisztérium. Úgyhogy most már lehet mondani ilyen sok éve után, de végül is annak a tendernek a műszaki mellékletét, ami a GSM hálózatokra vonatkozott, és mondjuk az egyik nyertese a Matáv volt, ugye épp a PKI-ba készült, ami hát most ilyen kicsit gyanús lenne a mai világban, de akkor egyszerűen más nem tudta ezt megcsinálni. És erről lenne két anekdótám, hogyha azzal mutathatnám itt a tisztelt társaságot. Az egyik az volt, most már triviális, hogy ugye a GSM-nek kellett jönni, de amikor a 900 MHz-es frekvencia sávot létrehozták, és Magyarországon is kijelölték, akkor még nem volt GSM. Tehát volt NMT 900 a skandináv országokban, és egyáltalán nem lehetett látni, hogy mikor jön a GSM, mert telefon egyszerűen nem volt olyan szinten a technológia, hogy a telefonok létezhessenek. És akkor kellett hozni egy döntést, hogy ez a tender, amit itt Magyarországon kiírunk, legyen egy analóg fázisa, ami aztán átmigrál egy digitálisba, vagy nem. Csak hát volt sok agyalás, meg tanulmány, meg mit tudom, de egyszer valamiért, nem tudom miért, egy nagyon sürgős lett a döntés, és akkor kiküldte, a Doros Béla volt akkor az államtitkár, kiküldte a szolgálati autóját, ami akkor egy Lada 1500-as volt. Ugye a Horváth Pál úgy emlékszem, hogy Citroen BX-el járt, vagy nem tudom én, tehát kicsit más világ volt, mint manapság. És elvittek a Dobutcába, ott volt egy olyan egy-másfél órás értelmes kérdéseket kaptunk, meg feladatokat hazavittük, PKI-ba dolgoztunk este 6-ig, 7-ig, 8-ig, már nem tudom, akkor hívott vissza az államtitkár, akkor mit javasolunk, mert az lesz, amit mi javasolunk, akkor mondtuk, hogy legyen csak digitális. És akkor így történt, hogy a digitális rendszer lett csak kiírva. Tehát ilyen időket élhettem meg, tehát ez egy olyan élmény volt, ami ritkán adatik meg. Jó, a másikat most nem mondom, el fog fogyni az idő. Egy nagyon fontos momentumot mondanék, amit itt nem domborítottak ki az eddigi. Jó, akkor majd elég. Amit nem domborítottak ki, itt a PKI nagyon aktívan részt vett bizonyos területeken az európai szabványosításban, meg a nemzetköziben is. Tehát most nem azt mondom, hogy mi írtuk a szabványokat, de meg volt az a lehetőség, és itt ez szintén a akkori vezetésnek, meg az állapotnak a dicsérete, hogy ez nem olcsó mulatság kijárni meetingekre 4-5-ször egy évben, és erre megkaptuk a lehetőséget, tehát benne voltunk a vérkeringésben, illetve a mindenféle ilyen szervezetekben, GSM-MOU, amiben nem a West-tel volt, hanem mi, hogy kvázi a tulajdonosként, ugye nem őket engedték oda, meg voltak ilyen történetek. Tehát ez, aki ebben benne volt, hát majd az utánam következők is ezt gondolom meg tudják erősíteni, ez rendkívül sokat jelentett szakmai szempontból azoknak, akik részt vehettek benne. Mint mondtam, a mobil rendszereknek az üzemeltetésében, tervezésében a PKI közvetlenül nem vett részt, de mégis volt egy mobil rendszer, amit a PKI vezényelt le gyakorlatilag, csak a sorsfurcsa fintor az volt, hogy ez ugye egy mobil rendszer volt, de Matáv ezt fix célra használta, ez volt az RLL, ami egy mobil hálózat volt, egy analóg mobil hálózat, de telefon előfizetők bekötésére használtuk. Na most ez aztán tényleg egy olyan dolog volt, aminek az egész vezénylése a tenderezéstől a projekt műszaki vezetéséig, na most nem a beruházási részre gondolok, az a PKI-ba volt. Ez egy nagyon hektikus, de nagyon tanulságos periódusa volt az életünknek. Itt pilot projektek voltak. Tehát ez egy olyan tanuló
szoba volt, vagy nem is tudom, hogy mondjam, amiből életem végéig én személy szerint, meg szerintem a kollégáim is tanulni fognak. Most, mint mondtam, a végén a dolog visszakanyarodott a tetrához, tehát amikor a tetra nagy nehezen bevezetésre került Magyarországon, akkor ott szintén Ökrös Tiborné Magdika nagyon aktívan működött közre, és igazából ez volt a vége a úgymond a mobilhoz kapcsolódó tevékenységnek, hiszen maga a PKI-nak ez az osztálya, ez aztán befundált a Vesztelbe egy elég hirtelen manőverrel, akkor én már nem voltam itt, de hát végül is ez végződhetett volna szerencsésebben is, de végül is ez lett a történet vége. Tehát így jutottunk el a BRG-s zárt célú rádióktól a tetráig, úgyhogy közben ezt az utat jártuk be itt a PKI-ban. Igazából még egy sztorit szeretnék itt elmondani, itt a Lajta Györgynek az adományról lenne szó. Mondott egy, kettőre emlékszem életem végig valószínűleg. Az egyik, amikor ez pont akkor volt, amikor Finnországba kellett mennem, és akkor volt az esküvő egy hónappal, vagy egy héttel ezelőtt, azelőtt, vagy pár nagyon rövide, és akkor Lajta György odajött hozzám, szóval gratulálok, most elveszett a tudomány számára. és igaza volt, mert tudós nem lett belőlem, de végül is nem bánom. A másik pedig az a mondás, amit annyiszor eszembe jut, mert ez így szól, ami nem kell elvele, így jutunk csak felfele. Nem tudom, emlékszik-e rá? Mikor nem tudom hányszor kellett költöznöm másik szobába, egyterű irodába, egyik cégtől a másik cégtől, és kell kiszórni a jobbnál jobb tréning dokumentációkat, meg mit tudom, de végül is előre kell nézni, és így lehet csak előre jutni. Úgyhogy én most itt a klub délután végül is én azt csináltam belőle, elnézést, aki a mobilról akar sokat hallgatni, de én nagyon szerettem, meg szerintem valamennyien a PKI-ba dolgozni, ez egy hihetetlen műhely volt, amivel nagyon jól éreztük magunkat, úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet, és további jó szórakozást kívánok!